Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV hírműsorát látják. A családok éve lesz 2018, aminek köszönhetően még több támogatást és figyelmet kapnak a magyar családok, mondta az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán kiemelte, a kormány egyik legsikeresebb területe a családpolitika, amelyre 2010 óta kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt 7 évben megduplázták a területre fordított támogatást, évente már 2000 milliárd forint jut rá. Ez GDP arányosan 4,9%, ami a fejlett országok 2,55%-os átlagának duplája, jegyezte meg. A figyelő értesülései szerint Lázár János a napokban arra tett utalásokat, hogy nem lesz tagja a következő kormánynak. A miniszterelnökséget vezető miniszter még szeptemberben beszélt arról, hogy jövőre már inkább csak saját választókerületével foglalkozna. A lapunkhoz eljutott legfrissebb hírek szerint Lázár már tényként kezeli, hogy az új kormányban nem fognak rá számítani. A napokban ismét arról beszélt, hogy 2018-tól a Hódmezővásárhely Makó választókerület szavazóit kívánja képviselni a parlamentben. Az Egyesült Államok 214 millió dollárt költ el légibázisainak megerősítésére, elsősorban Kelet-Európában. A pénz nagy része Luxemburgba megy, míg a második legnagyobb összeg Magyarországra, Kecskemétre érkezik. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő az Inforádió kérdésére elmondta, hogy a kecskeméti fontos bázis és ráfér a fejlesztés. A döntés azonban kényes, mert az oroszok ennek valószínűleg nem örülnek. Hozzátette azonban, hogy Magyarország NATO tag, így azok a fejlesztések kötelezőek, amelyeket a döntéshozó szervezetek elfogadtak. Hasonló fejlesztések történtek és zajlanak most is Romániában és más országokban is. Karácsony Gergely látott már olyan tervezetet, amelyről korábban Tarlós István főpolgármester is beszélt, azaz amely azzal számol, hogy amennyiben meg lesz 2018-ban a Fidesz-KDNP kétharmada, azonnal módosítják az önkormányzati törvényt, és lényegében felszámolják a közvetlen helyi képviseleti rendszert. Elsősorban mindez, és a Párbeszéd, és ma már az MSZP miniszterelnök jelöltje is erről beszélt. A fővárosi önkormányzatokat, pontosabban a kerületeket érinteni, mindenről a 168 óra írt. Természetes, hogy egy tárgyalás különböző feltételek mentén zajlik. Egy ilyen évfordulós választási rendszerben ezeket az egyeztetéseket le kell folytatni, mondta Mesterházi Attila, az MSZP volt elnöke, országgyűlési képviselő. Hozzátette, a szocialista párt támogat egy párbeszéd politikust, vagyis Karácsony Gergelyt, aki a Párbeszéd miniszterelnök jelöltje, és akinek van egy elképzelése egy közös listáról. Vagyis Karácsony miniszterelnök jelöltsége nem kizárólag az MSZP-nek, hanem az összes ellenzéki demokratikus pártnak szól azért, hogy a kormányt le lehessen váltani, magyarázta Mesterházi Attila. A DK ugyanakkor nem akar közös listát, hanem körzetekben akar megállapodni az egyéni jelöltekről. Ezzel kapcsolatban Mesterházi Attila azt mondta, tárgyalnak a kérdésről a demokratikus koalícióval, hiszen erről mindenképpen meg kell állapodni. Úgy vélte, még karácsony előtt le kell zárni ezeket a tárgyalásokat. Külpolitikai híreink. Fel kell tárni az egy évvel ezelőtti berlini iszlamista terror merénylettel kapcsolatos mulasztásokat, és tanulni kell a hibákból, mondta Frank-Walter Steinmeier, német államfő, a gázolásos támadás helyszínén az évforduló alkalmából tartott megemlékezésen. A 12 halálos áldozat hozzátartozóinak és a több mint 70 sebesültnek rendezett zárt körű megemlékezésen Frank-Walter Steinmeier hangsúlyozta, ki kell mondani és be kell ismerni, hogy történtek megelőzhető hibák, és ki kell mondani azt is, hogy ennek a támadásnak soha nem lett volna szabad megtörténnie. Hozzátette, az a keserű igazság, hogy az állam nem tudta megvédeni az embereket. Általános sztrájk bénította meg Belgiumot a szövetségi kormány vitatott nyugdíjpolitikája miatt. A több szektorra is kiterjedő munkabeszüntetés már kedreggel fennakadásokat okozott Brüsszelben és az ország más részein. A tiltakozásokat közösen hirdette meg a három nagy belgiumi szakszervezet, a szocialista FGTB, a kereszténydemokrata CSC és a liberális CGSL. A reggel munkába, iskolába igyekvők járatkimaradásokról és késésekről számoltak be országszerte. Az SNCB állami vasúttársaság szerint a vonatközlekedésben egész nap fennakadásokra kell számítani. A Le Soir című helyi újság arról számolt be, hogy a sztrájk a közlekedésen kívül más területekre is átgyűrűzhet, zavarok lehetnek a postai szolgáltatásokban, de sok tanár és egészségügyi dolgozó is munkabeszüntetéssel tiltakozhat.
Nem hiúsulhat meg Donald Trump amerikai elnök miatt az Irán és a hat nagyhatalom között megkötött atomszerződés, közölte az iráni elnök. Az atomszerződés nem fog összeomlani. Azok, akik abban reménykednek, hogy Trump miatt meghiúsul, tévednek, mondta Hassan Rouhani az állami televízióban élőben közvetített beszédében. Októberben Donald Trump amerikai elnök kétségbe vonta, hogy Irán teljesíti a Teherán és az ENSZ biztonsági tanácsa öt állandó tagja, Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország, valamint Németország között 2015-ben megkötött szerződést. Döntése következtében az amerikai kongresszusnak 60 napon belül határoznia kell arról, hogy visszaállítja-e az Irán elleni szankciókat. Visszautasította Észak-Korea Rex Tillerson amerikai külügyminiszter ajánlatát, miszerint az Egyesült Államok kész feltétel nélkül párbeszédet kezdeni a kommunista diktatúrával. Tillerson a múlt héten jelentette ki, hogy Washington kész előfeltételek nélkül tárgyalásokat kezdeni, de később úgy fogalmazott, hogy Pyongyangnak előbb fel kellene hagyni a fenyegető viselkedésével. Az Észak-Koreai Állampárt, a Koreai Munkapárt lapja, a Rodong Sing-mun azt írta, semmi nem változott, Észak-Korea továbbra is fejleszti nukleáris fegyvereit. A pártlap szerint Washington párbeszéd offenzívájával Pyongyangra akarja hárítani a felelősséget a koreai félszigeten kialakult feszültségért. A Benjamin Netanyahu vezette Likud párt nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója is segítette a Fidesz soros ellenes kampányát. Eli Hazan a Jerusalem Postnak elmondta, 6 hónapja küldtem Orbánnak információkat Soros izraeli ténykedéséről, az így kapott információkat pedig felhasználta a Fidesz a magyar származású amerikai üzletember lejárató kampányára. Az igazgató alapnak elmondta még, hogy a milliárdost veszélyesnek tartják, ugyanis egy Netanyahu megbuktatásán munkálkodó szervezetet is támogatott. Izrael hajlandó megfizetni az Egyesült Államoknak azt az árat, amiért Jeruzsálemet ismerte el a zsidó állam fővárosának, mondta Avigdor Lieberman. A védelmi miniszter közölte, Trump döntése történelmi volt, és Izrael tudja, hogy mindez komoly költségekkel jár, amit készek megfizetni. Az Izrael hajom összeállítása szerint a politikus arról is beszélt, hogy Izrael nem fogja válasz nélkül hagyni az elmúlt napok rakétatámadásait, amik a gázai övezetből érkeztek. Gazdasági híreink. Jövőre új termék, egy belföldön kibocsátott eurókötvény jelenik meg a piacon, amelyet a forint államkötvény aukcióhoz hasonló rendszerben bocsájt majd ki az államadósságkezelő központ, jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály kiemelte, már 8. éve csökken az államadósság, a kamatkiadások jövőre várhatóan a GDP 2%-a alá mérséklődnek. Barca György, az AKK vezérigazgatója elmondta, a jövőre lejáró devizaadósság összege 2,3 milliárd euró, ami meghaladja a tervezett 1 milliárd eurós külföldi kötvény kibocsátást, így a központi költségvetés deviza aránya tovább csökkenhet. A jövő év végére várhatóan 20% alá mérséklődik az idei 22%-ról. A várakozásokkal ellentétben csökkent októberben az euróövezet építőiparának teljesítménye az előző havihoz képest, az Európai Unió statisztikai hivatala, a Eurostat kimutatása szerint. Ugyanakkor a magyar építőipar havi bázison a második legnagyobb, éves összevetésben a legnagyobb teljesítmény növekedést érte el az uniós tagok közül. Éves összevetésben Magyarországon nőtt az építőipar teljesítménye októberben a legnagyobb mértékben, 38,1%-kal, Szlovéniában 29,5%, Lengyelországban 18% volt az éves növekedés, Romániában 14,3%-kal, Spanyolországban 1,2%-kal csökkent az építőipar teljesítménye októberben az egy évvel korábbihoz képest. Sporthíreink. Kovács Ágnes, Kovácshegyi Ferenc, Török László, valamint posztumusz Csík Ferenc és Novák Éva beiktatásával 5 új taggal bővült a magyar úszóhírességek csarnoka. A Magyar Úszószövetség 110 éves fennállásának évfordulója alkalmából kedden rendezett ünnepségen Vladár Sándor, a szervezet elnöke köszöntőjében kitért arra, hogy az idei év történelmi volt a magyar úszósport számára, elsősorban a hazai rendezésű vizes világbajnokság miatt. Az úszás a magyar sport aranyfedezete, fogalmazott Vladár Sándor, aki szerint Magyarország a zsenik földje, ahol sokkal gyakrabban bukkannak fel fantasztikus klasszisok, mint más országokban. Híreinkről bővebb információt a www.braerpress.com, illetve a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!
Üdvözlöm a kedves nézőket a hét derekán, lassan én is belerázódom a hétbe és az új grafikomba. De hát a technika is olyan gyorsan változik, mint az időjárás, mire megszokjuk a téli bundát, itt is az enyhülés szombatra, még ha ebből ma hajnalban nem sokat érezhettünk, mínusz 5 fokot mutatott a rollerem hőmérője, kárpótlású ma napközben, túlnyomóan napos idő várható, helyenként hószálingózással, ami ilyenkor szerintem még szexi is lehet, egy forró bor és egy forró csók kíséretében, a pesti belváros vagy bármelyik vidéki kisváros ünnepi vásárában. Teljen jól ez a nap is, akár a holnap. Viszontlátásra!